pécsiek, nagyon nagy tisztelettel köszöntjük Önöket, jó napot kívánunk február 17-én, egy héttel a választási kampány első fordulójának zárása előtt. Mint azt a dunántúli naplomai számából tudjuk, most már, tehát ez idáig 38-an mondhatják azt, hogy országgyűlési képviselőjelöltek, ugyanis az ehhez szükséges 750 ajánló cédulát, illetve hát annál biztosan sokkal többet már megkapták. Akik még nem, azok ne veszítsék el a reményüket, hiszen még egy hét van arra, hogy az ajánló kopogtató cédulákat begyűjtsék, és ők is a második fordulóban továbbra is ott legyenek, és jelöltként indulhassanak. A Pécsi Városi Televízió a második fordulójához érkezett, a sorozatot Klára ismerteti rögtön. Hadd kezdjem azzal, hogy a Városi Televízió 3x60 percben szeretne segíteni a nézőket, szeretné segíteni a nézőket abban, hogy megismerhessék a városban induló jelölteket. A múlt héten az egyes választó, a hármas választókörzet került adásba, ma pedig az egyes körzetben induló jelölteket láthatják. Azt, hogy a sorrendiséget hogyan döntöttük el, arról hadd mondjak annyit, hogy mindent sorsolással. Tehát azok a jelöltek, akik ma indulnak, úgy kerültek be ebbe a műsorba, hogy múlt héten már tudták a szombati adás az egyes választókörzeté. A múlt héten a piacgazdaság és a társadalombiztosítás volt a téma, a mai két témánk az önkormányzat és az oktatás. Én azt hiszem, hogy a múlt heti műsorunkról elmondhatjuk, hogy nagyon egészséges és nyílt szellemű vita volt, és én ezt kívánom a mai jelöltjeinknek is, hogy hasonlóan nyílt szellemű és egészséges vitát tudhassunk magunk mögött egy óra múlva. El kell mondanunk azt, hogy a témaköröket a képviselőjelöltek, jelöltek programjai alapján állítottuk össze, így a hármasét, az egyesét és a kettesét is. Ma itt az egyes választókerület képviselőjelöltjei a legszűkebb létszámban vettek részt, mindössze 9-en jelentek meg, ebből 4-en vitáznak majd az első témakörben, ami nem más, mint az önkormányzat. Felrótták nekünk, hogy az elmúlt alkalommal nem mondtuk el, hogy mit is takarnak néhány mondatban a témakörök, úgyhogy engedjék meg most, hogy a nézőknek elmondjam. Amikor az önkormányzatról esik majd itt szó, akkor hát körülbelül azt kellene körvonalazniuk a jelenlévőknek, hogy megvannak-e a feltételei az önkormányzatok működésének, és mondjuk mit vennének át a hagyományokból, egyáltalán külföldi mintákat is alkalmazhatnánk-e itt Magyarországon, milyen jogosítványokat adnának a képviselőjelöltek a helyi önkormányzatoknak, és a majdani, tehát a közeli forma, intézményi forma, miben térjen el, milyen pontokon térjen el a jelenlegi államigazgatási gyakorlattól. Tehát ez lesz az a témakör. Azt hiszem, amit még el kell mondanunk, a telefonszám 32333-as, várjuk a nézők észrevételeit, javaslatait a műsoridő alatt. Önöknek pedig még el kell mondanom, tájékoztatásul egyúttal a nézőknek is, hogy 25 perccel rendelkezésükre, hogy ezt a témakört megvitassák. Továbbá még egy ilyen pici szabály is azért uralja ezt a 25 percet, nevezetesen az, hogy 3 percig lehet egyidejűleg megszólalni, többször természetesen, de egy alkalommal csak 3 perc időt tart, amíg. És még el kell mondani, hogy a műsorvezetők, kolléganőm és én nem kívánunk beleszólni az önök vitájába, nem kívánjuk azt irányítani, befolyásolni. Én hadd reméljem azt, hogy akkor, amikor ezt a témát kiválasztották, akkor arra is gondoltak, hogy ennek az országnak még nincsen önkormányzati törvénye. És a társadalmi viták is ebben a pillanatban folynak. Úgyhogy a leendő parlamentnek, és talán önöknek, mint annak tagjának lehet beleszólása még az önkormányzatok kialakításában. Erre gondoljanak, amiközben saját gondolataikat megpróbálják megismertetni a nézőkkel. Kérem szépen, hogy akkor induljon a beszélgetés, és ne feledjék, a nevüket és a pártjukat legyenek kedvesek bemondani. Dr. Iglói Zoltán vagyok, a Hazafias Választási Koalíció által támogatott független jelölt. Mindjárt hadd folytassam a műsorvezető hölgy gondolatmenetét. Az új önkormányzati törvény a következő parlament ülésszakára kerül, amelyiken, ha a választópolgárok is úgy akarják, mi is ott vagyunk. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy rendkívül aktuális téma. Én olyan önkormányzatra gondolok, amely politikailag és gazdaságilag is önálló és erős. Az elsővel gondjai vannak, az utóbbival talán kevésbé. Attól tartok, hogy
illetve tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy az új önkormányzatokba, tehát amelyek a mostani tanácsoknak a szerepét fogják átvenni, ugyanúgy megjelenik a pluralizmus, mint a parlamentben. Különböző pártoknak a képviselői, akiket most tanácsoknak nevezünk, fognak részt venni az önkormányzati testület munkájában. Az aggályom ott van, hogy nehogy szétforgácsolódjék ez az önkormányzat, vagy önkormányzati testület, és az érdemi munka helyett esetleg pártharcok szintelévé válik, és akkor hadd beszéljek egy kicsit haza, ezért szeretném azt, én, mint független jelölt, hogy a parlamentbe is, és az önkormányzati testületekbe is minél több független jelölt kerüljön be. Ami a gazdasági alapját illeti, ott már optimistább vagyok, hiszen tudjuk, hogy a önkormányzati törvény tervezete nagyon komoly anyagi jogosítványokat akar átadni a helyi önkormányzatoknak, többek között különféle adókat. Továbbá arra biztatja az önkormányzatokat, hogy vegyenek részt különböző vállalkozásokba. Nekem például rendkívül módon tetszik, hogy a Pécsi Városi Tanács a nemrég megalakult Pannoni Részvénytársaságban részt vesz 40 milliós tőkével. Tehát ennek a hozadékát nyilvánvalóan meg fogja kapni. Ugyanúgy részt vesz például a Felba Részvénytársaságban, és ez egy út, ez egy lehetőség, hogy különböző vállalatokba részt vegyen, sőt esetleg kezdeményezze. Tessék, lehet folytatni, úgy látszik, Igor Zoltán befejezte, még Kovács nem töltötte ki a Szociáldemokrata pártnak a képviselő jelöltje. A mi pártunknak is része, a pártunk programjának része ez a témakör. Mi úgy ítéljük meg, hogy itt elsődlegesen az önkormányzatok kialakításában pártoknak kell a főszerepet kapnia. És ők is fogják kapni minden valószínűség szerint a szavazáson elért eredmények alapján, a országgyűlési választások eredménye alapján. Az önkormányzatokat mi úgy tervezzük, hogy a befolyt, tehát a területen, az adott községben, városban vagy megyében befolyt adók, azok ott maradnának abban a körzetben, abban a megyében, és ők gazdálkodnának ezzel a pénzzel. Én az úgy ítélem meg, hogy nem a tanácsnak kell a pénzt befektetni különböző vállalkozásokba, hanem a lakosságot kell a vállalkozásra élénkíteni ezekkel a pénzekkel. Mert valójában akkor érjük el azt a célt, hogy minél nagyobb számba valósuljon meg az, amit akarunk, hogy a piac érdekeltség érvényesüljön. A mi önkormányzati elképzeléseinkbe például belefér az is, hogy a fölkérdést is így oldani meg. Ugyanis ma Magyarországon nagyon sokféle elképzelés van, hogy hogyan alakuljon ki a földekkel való földek felosztásával kapcsolatos törvény. Mi ebben határozottan azt mondjuk, hogy a helyi önkormányzatok döntsék el azt, hogy valójában mi történjen a földdel. Nem mi szabjuk azt meg, vagy ne a pártok, vagy a parlament szabja meg a falusi lakosságnak, hogy már pedig vissza kell vennie a földjét, tehát mint terhet a nyakába vállalnia, vagy éppen nem mi mondjuk azt meg annak, aki vissza akarja szerezni, hogy nem kaphatod vissza. Tehát ők ott helybe döntsék el. Az önkormányzati szerep nyilvánvaló úgy jönne, vagy az önkormányzat úgy jönne létre, hogy a lakosság választaná meg a mi jelöltjeinkből majd azokat a önkormányzati vezetőket, tisztségviselőket, akiktől azt várjuk, hogy a jelenlegi tanácsi munka, ami tulajdonképpen nagyon gyalázatosnak ítélendő meg az állampolgárok részéről, hogy gyökeresen például megváltozzon. Mi azt mondjuk, hogy ezt nevezhetjük mi polgármesteri hivatalnak is majdan, vagy bármi, tehát nyugati formákat átvertünk, vagy a régen gyakorlatos formákat is, de ebben megint majd elsődlegesen a nép szavad döntsön, és ne egy pár személynek a
szava legyen benne a döntő. Köszönöm, hogy a 3 percet éppen kihasználta, tessék parancsolni. Galbács András, a Független Kisgazda Pártól. Ha valamikor a kis koalícióba közösen küzdöttünk, és nagyon sok rokonvonás van a két párt között. Most talán alkalom nyílik arra, hogy az ellentéteket tudjam egy kicsit érzékeltetni. Hát az ellentét hozzátartozik az önkormányzathoz, annak egy felépítmény része a mi ellentétünk, a saját programunknak egy felépítménye az önkormányzat. Ebben ütközünk, és nem csak a Szociáldemokrata Párttal, ezzel ütközünk az SZDSZ-szel is, és ütközünk a Fidesz-szel is. Alapvetően az önkormányzatok elismerése mellett a Kisgazdapárt egyértelműen azt mondja, először a társadalom által az egyén, a közösség számára, de elsődlegesen az egyén számára elkövetett bűnt kell jóvá tenni. Ez a tulajdon elvétele, a tulajdon törvénytelen elordása volt. A közösség sem dönthet azon, ha valakitől valamit elvettek. A tulajdon jogilag, a tulajdon érvényessége jogilag időben nem korlátozható. Ha egy törvénytelen kormány vette el a tulajdont, az csak akkor lesz legitim kormányunk, és akkor lesz legitim társadalmunk, ha ezt először jóvá teszi. Tehát az önkormányzatok önmagában véve szemben a Szociáldemokrata Párttal ebben a kérdésben meggyőződésünk szerint nem dönthetnek. Ezt egyértelműen az országgyűlésnek kell eldönteni, és mivel mi a mint egy kompromisszumként, mert hangsúlyozottan mondjuk, hogy kompromisszumként a 47-es tulajdon viszonyokat szeretnék visszaállítani. Nem fér bele az időbe, hogy azon vitatkozzunk, hogy ezt lehet vagy nem lehet. Hitünk, meggyőződésünk szerint, és talán egy más alkalommal lesz rá lehetőség, hogy be tudjuk bizonyítani, lehet. Minden probléma mentesen lehet, még akkor is, ha olyan érvek hangzanak el, hogy egy megyéni területet már más területre foglalkoztak el, foglaltak el, a Kisgazdapártnak erre egyértelmű programja van, önkormányzatokról. Miután a birtokviszonyokat, és nem csak a birtokviszonyokat, hanem a teljes tulajdonviszonyokat 47-es állapotok szerint, itt gondolok, középüzemekre, falusi kocsmákra, városban, a középüzem nagyságú területekre, ezt is szeretnénk visszaadni, legalábbis annak az arányos részét az eredeti tulajdonos kezébe, miután ez rendeződött, utána lehet beszélni a felépítményről, az új társadalmi rendszernek megfelelő városi, falusi berendezkedésről. Erről az emberek fele-fele nyilatkozni egy pártnak úgy érzem nincs joga. Valóban egyértelműen az országgyűlésnek kell nyilatkozni, legfeljebb ajánlásaink, elképzeléseink vannak. Meggyőződésünk szerint hatalmas súlya lesz a falusi közösségeknek és a városi közösségeknek, mert nagy magántulajdonfeltele fognak rendelkezni. Azok a földterületek, azok a birtokok, akinek a tulajdonosa nem meghatározható, nem jelentkezik az örökös, egyértelműen a rögtön befejezem a gondolatomat, egyértelműen visszakerül a földbirtok, a falu, illetve a város birtokosság kezébe, és ezen mint nagy tulajdonnal rendelkező közösség nagy hatáskörrel rendelkezni fog. Majd még szeretnék. Igen, számomra már kitetszik most, hogy ezért lesznek még itt gondolat, nézet, különbségek. Adjuk meg a szót Szalantai Jánosnak. Szalantai István. Egyetértek a előttem beszélt képviselő jelölttel. Ugyanis a történelmi hagyománya van annak, hogy a falun volt, aki volt ilyen közös erdők voltak, közös legelők voltak, amikről a falu önkormányzata döntött, ugyanúgy választották az előjárókat, a tanítókat, és úgy gondolom, hogy tényleg le kell menni ebben a dologgal az emberek közé, és ők döntsék ezt a dolgot, és ennyit szerettem nélkül. Köszönöm, muszáj sorban, így már lehet jelentés formában tovább, tessék. Nekünk azt hiszem, hogy ebben a kérdésben elég nagy a nézet különbségünk, de mi abból az alapelvből indulunk ki, hogy a demokrácia csak akkor demokrácia, hogyha maga a ebben szerepet vállaló, tehát a fölkérdésben szerepet vállalók döntik el, hogy ők mit akarnak.
Mi nagyon sok falusi embert megkérdeztünk, hogy mi a véleményük arról, hogy a földek a 47-es állapotok szerint legyenek visszaadva, vagy a 47-es állapot legyen visszaállítva. Egy jelentős része a népnek azt mondja, hogy ő neki nincs szüksége erre a földre. Na már most, aki ezt mondja, azra ne erőltessük rá már kormányzati intézkedéssel, vagy parlamenti döntéssel azt, hogy ő neki földtulajdonosnak kell lenni. A másik kérdés ebben az, hogy ugye a farmer gazdaságok kialakulását kéne elősegíteni, ugye ez egy általános elfogadott tézis ma az ellenzéki pártok részéről. Mi is ezt mondjuk, hogy ezt kell kialakítani, ott, ahol ennek a lehetősége megvan. De kérdem én, ha visszaadjuk a földeket, ami nem egy-két hold, hanem mondjuk 10-15 hold a előző tulajdonosainak, akinek az ég adta világon semmiféle eszköze már nincs meg ennek a műveléséhez. A jelenlegi mezőgazdasági szövetkezetekben, állami gazdaságban lévő géppark teljesen elhasználódott, tehát önmagában ez sem tudja megoldani ezt a kérdést. Most akkor adódik a kérdés, hogy valóban kiművelné meg ezeket a földeket. Ugye mi azt mondjuk, hogy lehet ez a farmer gazdaság, lehet szövetkezeti tulajdonú gazdaság, tehát egy jelenlegi formátumú TS, így nevezzük meg, és lehet egy önálló társulási forma is. Ezeknek van létalapja. Ennek azért van létalapja, mert nyilván azok az emberek társulnának ezekbe a társulásokba, akiknek van hozzá pénze is. Mert ugyanis, ha mi azt veszik alapul, amit ma a társadalom biztosítani tud, újrakezdési vagy bármilyen támogatást, abból elindulni lehetetlen. Tehát vagy egy erősebb támogatási rendszert kellene kiépíteni, ami napjainkban biztos nem lesz lehetséges, tehát az induláskor, hanem majd csak egy később időpontban, vagy pedig marad az a rendszer, hogy csak az kapja vissza a földjét, aki követeli, vagy aki kéri, és a többi lemond róla, mert ha csak azt veszik alapul, hogy aki egy szövetkezeti társulást akar létrehozni, vagy bármilyen társulást, annak még bérleti díjat is kell fizetni a földért, amit majd valakitől átvesz, képtelenség az, hogy meg tudjon élni a mai mezőgazdasági viszonyok között, amikor nincs piac a mezőgazdaságnak. Mert jelen pillanatban nincsen. Tehát én ezt látom alapvető különbségnek köztünk. Köszönöm. Hadd szóljak bele, mert nekem még állítólag a 3 percemből is van vissza némi bónom, hogy feltehetően a városi televízióban vagyunk, feltehetően a nézők túlnyomó többsége pécsi polgár. Őket nyilvánvalóan elsősorban az érdekli, hogy a város önkormányzatát hogyan képzeljük el. Én újra megerősítem, egy politikailag, gazdaságilag erős önkormányzatot tudok elképzelni és kívánok. Méghozzá azt is hozzáteszem mindjárt, hogy egy erős, köztiszteletben álló polgármesterrel az élén, akit nem a tanácstagok vagy nem a testületi tagok választanak, hanem az egész város lakossága. És itt hadd mondjam el a kedvenc gondolatomat, amit többször választógyűlésen elmondtam. Én harcolok azért, hogy a polgármesterek nők legyenek. A helyi önkormányzati testületekben minél több nő kerüljön be. Tessék megnézni, az országgyűlési képviselőjelöltek túlnyomó többsége férfi. Ez bizonyos fokig érthető, hiszen tudjuk, hogy az új parlamentben évente 7 hónapot Budapesten kell tölteni. Egy családanya ezt nem vállalja, de azt igenis vállalhatja, hogy a városi testületben ott legyen. És még valamit hadd mondjak el a nők javára, hogy én ott vagyok a jelenlegi városi tanácsüléseken hivatalból. Én nem akarok itt a mellettem ülő jelöltársammal vitatkozni. Ez a tanács az utóbbi időben nagyon tisztességesen, nagyon keményen dolgozik, hogy ez a város fönnmaradjon. De a nőkről kezdtem beszélni, hogy tessék egyszer bemenni, mert bárki bemehet, mert a tanácsülések nyilvánosak, hogy a hangadók, a nők harcosabbak, mint a férfiak. Mi úgy vagyunk vele, hogyha fölteszünk egy kérdést és adunk rá választ, amilyen a válasz, rábólintunk. Esetleg még akkor is, ha nem értjük, mert rösteljük elárulni, hogy nem értjük. A női tanácstag visszakérdezi, kerüljön oda minél több nő. És befejezésül hadd mondjam el, nem véletlen, hogy
Angliában Margaret Thatcher, Izraelben Golda Meir, Indiában Indira Gandhi pont a legválságosabb időkben került uralomra. Most is, amikor nagy bajban van ez a város, küldjünk oda a női polgármester. Talán az a nő, aki a maga háztartásában, nehéz helyzetben rendet tud csinálni, talán rendet tud csinálni ebbe a szegény városban. Megint a hasonlóság és megint a különbözőség. Valóban egyetértünk, és nekünk itt kell ütközni, és ha egyszer talán koalíciós partnerek leszünk, biztos, hogy ebbe kell a legkeményebb csatákat megvívnunk, mármint kormányon levő a kormányon belül. Egyértelműen a kisgazdapárt azt az álláspontot képviseli, hogy a magántulajdonnal először az egyént kártalanítani kell. Rémmesék keletkeznek ebbe kicsit talán a kisgazdapárt is beleszállt, az, hogy a kisgazdapárt vissza akarja kényszeríteni valakinek a magántulajdonát. Ezzel ágában sincs visszakényszeríteni a magántulajdonát, egyet tesz, lehetővét teszi, hogy az elorzott, ellopott, elrabolt tulajdonát vagy visszaveszi, vagy nem veszi vissza. De a jelenlegi TSZ elnökök álma ott sem sikerül, hogy programunk szerint, hogyha ezt nem akarja visszavenni, akkor sem marad a TSZ tulajdonába. Ha nem akarja visszavenni, akkor a falu közösség tulajdonába kerül, a város tulajdonába kerül, akár földez, vagy akár egyéb ingatlan birtok. Ezzel a város rendelkezik, gazdálkodik, és ehhez fog létrehozni önkormányzatot. Most önkormányzatról beszélni. A régi önkormányzat biztos abban a formában nem élet fel, ahogy felélet, ahogy valamikor élt. Ez a jövő kérdése, először az alapokat, a tulajdonviszonyokat kell rendezni, utána lehet önkormányzatról beszélni. Tessék, nem tudom, kinek van hozzászólni valója. Ebben azt hiszem már egyet tudunk érteni. Közeledik az álláspontok. Hát én az önkormányzatoknak egyébként olyan szerepet is szánnék, azzal is egyetértve, amit a Diglói úr mondott, hogy a nők sokkal szívósabban tudnak harcolni a jogokért és a lehetőségekért, mint a férfiak. Még talán én is el tudnám képzelni, hogy legyen női polgármesterünk. Mi ennek érdekében párton belül is megalakítottuk a nőszövetségünket is, tehát hogy legyen valójában nőmozgalom is már ebben a városban is és a megyében is. De az önkormányzatoknak mi olyan szerepet is szánnánk, amiről itt már a kisgazdapárt képviselője utalt is rá, hogy végül is az országban az emberek hitének való visszaadása. Mert azt hiszem, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy hiába lesz nekünk bármilyen ragyogó programunk, hiába lesz önkormányzatunk, hogyha a magyar nép nem lesz hajlandó a programjaink mellé odaállni. Márpedig ez csak akkor lesz hajlandó, hogyha az elszámolás, rossz szó az, hogy leszámolás, de elszámolás, ez ebben az országon meg fog történni. Mert, és itt mondom, az önkormányzatnak a szerepe lesz az, hogy a helyi viszonyok között majd ők döntsék el, hogy kik azok, akiket el kell számoltatni a múltban visel dolgaiért, és a vagyoni kérdésekért is. Tehát én ezt is nagyon fontosnak tartom megemlíteni az önkormányzatok szerepében. Nyilvánvalóan mi városi, tehát pécsvárosi képviselőjelöltek, a pécsi gondok a fő gondjaink. Itt kerületi rendszert is szerintem vissza kellene állítani, mert óriási jelentősége lenne például a kerületi rendszernek abban, hogy az elmaradott első kerület, mert ha tetszik, hanem Pécsnek a legrosszabb helyzetben lévő kerülete a keleti oldala, tehát a Somogy, Vasas, Hősöktere, Szabolcsfalu, Pécsbányatelep, Meszes, ahol a legtöbb gond jelentkezik. Nyilván, hogyha itt kerületi rendszerbe gondolkodunk, akkor az ott önkormányzati szerepet vállalók sokkal hatékonyabban fognak föllépni ennek a kerület érdekében, és sokkal hatékonyabban fog a lakosság is közreműködni ebben a kérdésben, tudja, hogy amit ő ott befektet, az csak abban a kerületben fog megvalósulni.
Egy valamit hadd vitassak, ne a kerületi rendszert állítsunk vissza. Így igaz, amit a Mózes mond, mi vagyunk a város legszegényebb kerületének a jelöltjei, de azt gondolom, mi büszkék is vagyunk rá, de ne keverjük össze a dolgokat. Teljesen mások a gondok az első kerülethez tartozó belvárosba, vagy netán a hegyoldalon, mint Vasason. Most itt elkezdődött az országban először Pécset, büszke is vagyok rá, egy olyan kezdeményezés, hogy három kis település előjáróságot választhatott. Somogy, Vasas, Hirt. Ezt a folyamatot kellene erősíteni, tovább folytatva Újhegy, Pécsbánya, Pécs-Szabolcs és így tovább, hogy legyenek helyi önkormányzatok is, hogy akkor ezek hogy néznének ki, ennyire nem vagyok tájékozott, de például el tudnék képzelni, hogy Vasason egy alpolgármester működik a maga korlátozott jogkörével, de ugyanakkor nem eltávolodni a várostól, hiszen ezernyi szállal kötődik össze. Kérem szépen, 3 percük van, még javaslom, használják ki. A felépítmény rendszerhez néhány gondolatot és gyorsított gondolatot. A kisgazdapárt egyértelműen a falul, tehát most én a falulról beszélek, de ugyanez vonatkozik a városra, rendelkezik újra tulajdonnal. Erre létre fog hozni egy igazgatási szervezetet. Hogy ezt most régi bírói intézményt, polgármesteri intézményt hozza fel, ez a jövő kérdése. Vita kérdése, sőt, meggyőződésem, ezt kívülről rá kényszeríteni a falura nem lehet, lehet, hogy népszavazást kell rendelni ebben a kérdésben, egyértelműen vizsgálni kell. Úgy érzem, ezt a vizsgálatot még egyetlen egy párt sem végezte el, erre adatokat nem szerzett, ezért így felelőtlen lenne ez itt részletekbe bocsátkozni. Tessék, esetleg még hozzászólni való. Hát még annyit én el tudnék mondani, hogy... Akár zárszóként is, nem tudom, még van ám 2,5 perc mérésem szerint, hogy még ki lehet használni az időt. A választóink, akik bennünk talán megbíznak, mert nekem is sikerült összeszedni a cédulát, ők azt várják tőlünk, képviselőjelöltektől, és majdan akit megválasztanak nyilván a sokunk közül képviselőnek, hogy ezekben a kérdésekben hathatósan járjon el a parlamentben. De nyilvánvaló, csak akkor tudunk megfelelően működni majd a parlamentben, hogyha a lakosságtól a támogatást ehhez meg is fogjuk kapni. Most itt én arra gondolok, hogy a régi rendszerben ugye a képviselő tartott fogadónapokat két havonként, vagy havonként, vagy nem is tudom hogyan. Én ezt például úgy tudom elképzelni, hogy a képviselő tartson kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, a hozzátartozó területen, és ezen keresztül a lakossággal is, mert odafutnak be a problémák, mert tételezzük fel, hogy ott már csak olyan emberek fognak ülni, akik valóban demokratikus úton lettek megválasztva, és összegyűjtik ezeket a problémákat, és ezt jelenítsük meg majd a parlamentben, tehát összefogva a területi problémákat. Tehát én most kérném is a képviselő jelölttársakat, hogy valahogy ilyen szellembe próbáljon az, aki majd bekerül a parlamentbe gondolkodni, mert a régi rendszer egyértelműen nem megfelelő. Ezt az élet igazolta és bebizonyította. Egy gondolatot hadd mondjak még el. Nagyon fontosnak tartom, hogy az önkormányzatok fölött ne gyámkodjanak. Szóval alapvetően az önkormányzati dolgokban az országgyűlés által hozott törvények legyenek az irányadók. A belügyminisztérium ebben az esetben legyen tanácsadó, javaslattévő, a minisztertanács készítse elő a törvényeket, határozatokat, amelyek a önkormányzatokra vonatkozók, de ezt kizárólag a érdemi dolgokba az országgyűlés döntsön. Itt ne menjünk bele a megye kérdés szerepébe, holott ez is nagyon fontos volna. Én a megyét legfeljebb, mint közbülső szervként tudom elfogadni. Hogyha nincsen más hozzászólásuk, én azt hiszem, akkor valóban Kovács Mózes és Iglói Zoltán a zárszót mondta ki azzal, hogy a tanácsi apparátus után következő önkormányzatok dolgozói valóban önállónak érezhessék magukat, és legyen meg még az a jó érzésük, hogy az állampolgárok választották őket. És amikor állampolgár, akár férfi, akár nő, akár fiatal vagy öreg, betéved a hivatalba, akkor ne attól féljen, hogy ott packázni fognak vele, vagy netán kihasználják a tudatlanságát, hanem legyen meg az a jó érzése, hogy ő a saját maga által választott hivatalba megy be. Köszönjük szépen a gondolatokat, mert én hiszem, remélem, hogy a nézők is találkoztak új ismeretanyaggal. Tessék parancsolni. Egy mondatot, amiben talán azt hiszem, hogy mindjárt négyen egyetértettünk. Abban, hogy az új parlamentnél egyetlen egy
fajta kormányzás jöhet létre, sokkal kevesebb hatalom, sokkal kevesebb központi hatalom, és sokkal ugrásszerűen nagyobb falusi és városi hatalom. Köszönöm szépen ezt a valóban összegző gondolatot. Most a nézőknek említem, néhány perc zene következik, addig itt helyet cserélünk majd, hogy rátérjünk a B pontra. Önöknek köszönöm a jelenlétet, dr. Iglói Zoltán, Hazafias Választási Koalíció, Kovács Mózes, Magyar Szociáldemokrata Párt, Galbács András, Független Kisgazdapárt, Szalonta István, MSZP. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét, most pedig a nézők zenét hallanak. A szünetet telt, sportnyelven szólva kezdődjék a második félidő. A második félidőben az oktatásról fogunk beszélgetni. Köszöntöm azokat a képviselőjelölteket, akik továbbra is az egyes választókörzetben indulnak, és akik úgy döntöttek, hogy erről a témáról szeretnének most eszmét cserélni. Én azt gondolom, hogy az oktatási rendszerünket mindenki és mindenhol csak szidja, és azt próbálja magyarázni, hogy mennyire rossz. És ennek ellenére, amikor 2-3 nappal ezelőtt az értelmiségi klubban ez a téma került napirendre, én azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy inkább csak szakmai érdeklődésre tartott számot. Nagyon kevés volt az olyan orvosnak, mérnöknek vagy jogásznak a száma, aki rászánta az estéjét erre a témakörre. Vajon miért lehet ez? Egyáltalán lehet, hogy nem olyan érdekes probléma ez, hogy az egész társadalom figyelmét felkelthesse? És azt szeretném még tudni, hogy milyen az az iskolarendszer, amiben talán tanár-diák egyformán jól érezheti magát, ahová a szülők szívesen küldik a gyerekeiket, és ahonnan olyan tanítványok kerülnek ki, akik erkölcsileg, érzelmileg és szellemileg egyaránt műveltek. És ugye nézőket is beavassuk még inkább ebbe a témakörbe, azért azt is jeleznünk kell, hogy az a témavázlat, amit önök is megkaptak, mit tartalmaz Klára gondolatai után, hiszen itt olyan kérdések is szerepelnek, hogy a képzési oktatási rendszer legyen-e politikamentes, lehet-e politikamentes, továbbá olyan, hogy a jövő iskolája miként is alakuljon, lehet-e teljesen autonóm, önálló iskola, vagy milyen szerepet szán ön éppen a jövőben a felügyelő irányító tárcának. Szóval ezek a kérdések, ezt a nézőknek tájékoztatásra említettem, hogy amiről önök vitázni fognak, ők tudják, hogy miről is van szó. Tehát tessék parancsolni balra jobbra. Azt hiszem, hogy... Ha szabadna, bocsássa meg a nevet és a pártot, legyen kedves. Igazán, Liszkai Ferész Keresztény Demokrata Néppárt. Azt hiszem, hogy kizárólag slágvortokban lehet itt szó dolgokról. Szerintem szükséges-e átalakítani az egész hazai iskolarendszert, vagy annak csak egyes elemeit. Azt hiszem, hogyha egyes elemeit akarjuk alakítgatni, akkor semmire sem megyünk. Nekem az az érzésem, hogy nagyon nagy gyökeres átalakításra van szükség, hogy ne annyira szakmai irányultságú legyen a magyar iskola rendszer. Én úgy gondolom, hogy az általános műveltség emelése, terjesztése és megadása a legfontosabb az iskolában. A szakmai tanulmányok már az egyetemre várnak. Ebből következik, hogy én úgy gondolom, hogy az egyetemekre ez a felvételi rendszer nem túl szerencsés, hogy úgy lenne helyes, hogy amennyit be tud fogadni, fogadjon be, és az első-második évben szelektálódjanak az emberek. De ez, mondom, az egyetemi rendszer. Egyik legfontosabb eleme az iskola kérdésnek, hogy a kis településeknek az iskolát vissza kell adni, megszüntetve a körzetesítést, mert így a gyereket visszaadjuk a családnak, és a kis településeknek visszaadjuk a lámpást, ugye a nemzet napszámosát, a tanítót, aki hát a központja volt valaha a kis településeknek. Nem tudom pontosan, mit gondolnak azon, hogy a tantervi tananyagbeli önállóság megvalósítható-e. Úgy gondolom, hogy egy általános, országos irányelven belül önállóságot kell adni, már csak azért is, hiszen gondolom, hogy lesznek állami iskolák, és lesznek egyházi, és lesznek magániskolák. Tehát ezektől nem lehet kívánni, hogy egy totális, teljes azonosság alapján tanítsanak. Tessenek parancsolni. Spolár János vagyok, Magyar Szocialista Párt.
a megkapott anyagba föltett kérdéseket én a következőképpen tudnám megközelíteni. Azon kívül, hogy ma szinte minden párt programjában az oktatás megreformálása az valahol az első három téma között szerepel, azon kívül ez valóságos, tényleges gond, és ehhez a kérdéshez ténylegesen hozzá kell nyúlni. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a társadalom az egy megrendelő az oktatással szemben, másrészt viszont ott van a szülő, később pedig a gyerek. De most én úgy gondolom, hogy a társadalom, mint megrendelő, és olyan érdektől vezérelve, hogy az iskola rendszer mindenképpen hatékony legyen, és hatékonyan szolgálja nem csak az egyént, hanem a társadalmat is, a gazdaságot is. Ezért arra van szükség, hogy íródjanak nagyon hamar olyan tantervek, olyan alaptantervek, amelyek attól függetlenül, hogy felekezeti iskola vagy állami iskola, és azzal együtt, hogy az iskola gyakorolhatja önállóságát a tantervet illetően, ad egy biztos fix pontot. Ennek az alaptantervnek mindenképpen olyannak kell lennie, amely egy kicsit az esélyegyenlőséget is biztosítja. Tehát olyan jellegűnek, hogy a gyerekek, minden normál fejlettségű gyerek ezt el tudja végezni. Ugyanakkor a iskolában meg kell jelennie a tehetséggondozásnak is, és itt én úgy érzem, hogy ezen az alaptanterven kívül és a tanterveken, aztán tovább erre építkeznek, tehát a középfokú, az egyetemi, mert ha nem, akkor egyébként nincs semmi értelme, tehát csak az alapiskolában annak így önmagában kevés lenne. Erre épül az iskolarendszer, az a véleményem, hogy a jelenlegi iskolarendszer megmerevedett. Na most elemeit meg kellene tartani, de figyelembe kéne venni a korábbi gyakorlatokat is, és néhány nyugat-európai mintát érdemes lenne megnézni, és mindenképpen be kéne vezetni a vizsgarendszert. Valahol mondjuk, hogy 12 éves kor tájékán, aztán egyet mondjuk, hogy a 16 éves kor tájékán, és valahol az érettségit ennél sokkal komolyabban, sokkal nagyobb követelményrendszerrel, és az olyan legyen, amelyben belépve az egyetemre. Na most, hogy jelenik meg a szülő? A szülő az ugyanek még, mint a szülő érdeke mentén kell, hogy szerveződjék ez az iskola. Tehát a válaszom arra kérdésre, hogy beleszólhat-e, mondjuk egy kérdést nem tartom így szerencsésnek, de úgy igen, hogy a szülőnek legyenek jogosítványai az iskola működését illetően, ugyanúgy a tantestületeknek is, a tantestületek legyenek önállóak, autonómok, és legyenek alternatív programok, amiben választhatnak. Az alternativitás nagyon nehéz dolog, azért, mert hát bizony itt komoly szellemi kapacitást kéne mozgatni ahhoz, hogy ezek az alternatív programok engedjenek. Magyarországon, ezt most befejezem, sajnos most jelen például az egyik súlyos gond az, hogy igazából csak két vagy három alternatív tanterv van. Lesz még később alkalma hozzászólni, tessék. Barga Levente doktor vagyok, az SZDSZ képviselem. Eddig az elmúlt évtizedekben, amire legfőképpen gondot fordítottak az inputra, a bemenetelre, ami azt jelenti, hogy szűrés volt, hogy meggondolták és szabályozták azt, hogy középiskolába, egyetemre kikerüljön. Sokkal-sokkal kevesebb gondot fordított a társadalom az outputra, a kimenetre, tehát milyen emberek, milyen felkészültségű emberek, mind emberként, mind szakmai emberként kerültek ki ezekből az iskolából. Azért azt gondolom, hogy rendkívül lényeges, az előttem szóló is már pontosan ezt érintette, azt a független kontrollt megteremteni, ami fölméri már az iskolának az értékét, és az elkövetkező években remélhetőleg legkülönbözőbb iskola formák, legkülönbözőbb iskola típusok jelentkezésekor ezeket pontosan el fogja dönteni, az a független, hadd mondjam bizottságnak, nyilván nem bizottságot akarok mondani, akik el fogják bírálni, hogy melyik mit ér, melyik ember, aki egy bizonyos iskolába kikerül, mit ér. Ez már spontán megtörtént, hiszen ismerjük azt, hogy Budapesten, Pécset, bizonyos városokban melyik azok az értékes iskolák, amik felé törekednek az emberek. Hát ennek nagyobb szerepet szánnék mindenképpen. Másik iskola, oktatással kapcsolatos gondolatom az,
hogy a nevelés oktatásnak egységesebbnek kellene lenni. Az érettséginek, a hosszú iskoláztatásnak, a hosszabb fajta iskoláztatásnak meg kell lenni az értékének, és ezt én a társadalomban, az ember társadalomban is észrevehessem. Nem azt, hogy érettségi bizonyítvány van a zsebében, hanem ilyen módján gondolkozik és viselkedik, és a társadalmi közérzésemet is, az enyémet is és a másikét is javítani fogja feltétlenül. Arra a kérdés, hogy politikamentes legyen az iskola, azt gondolom, hogy én is, a szabad demokraták is azt képviselik, hogy politikamentesnek kell lenni az iskolának, az oktatásnak. És én hadd küzdem még a gondolataimba azt, hogy az eddigi orosz iskola típus helyett azért egy angol száz típusú iskolának, Waldorf iskola, vagy sok megnevezése, sok fajta típusa volt ennek kellene eljönni, és ide fűzném én vele foglalkozásomnál fogva is, hogy a tömegsportnak, nézzünk meg egy angol kalicsba, hogy milyen hagyományokat teremt a diákok sportolása, hogy ennek milyen óriási szerepe lehet az elkövetkezőknek. Kokné dr. Pintér Éva vagyok, a Magyarországi Zöld Párt képviselője az egyes számú választókörzetben. Tekintettel arra, hogy gyakorló pedagógus vagyok, én már 12 éves oktatási gyakorlattal abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy szinte az általános iskolai oktatástól a felső oktatásig minden régióban érzékelhettem azokat a hiányosságokat, problémákat, amelyek napjaink égető gondjait okozzák. Itt csatlakoznék az előttem szóló Varga doktor úrhoz, amit egy mondatban fogalmaznék meg, hogy papír mögött teljesítményt. Ez lenne az első és legfontosabb alapelv az oktatási rendszer reformálásában, mert a bizonyítványok mögött nincs hiteles tudás, tisztelt a kivételnek néhány intézménytől eltekintve. A másik nagyon fontos irányelv a differenciálás és a tehetséggondozás. Nagyon szép az a Comeniusi elv, amikor is hittek mindenkinek mindenre való megtaníthatóságában, azonban ennek vannak határai. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy nem mindenki egyenlő kapacitású, és az oktatási rendszert ennek megfelelően kell alakítani, hogy minden kapacitású ember típus, tanuló típus megtalálja a maga helyét és a maga képzési formáját. Ezt én hallatlanul fontosnak tartom. A harmadik nagyon fontos kérdés a korai pályaválasztási kényszer kiküszöbölése, mert azt egy tarthatatlan állapotnak tartom, hogy 14 éves gyermek döntse el, hogy mi legyen a majdani szakmája. Erre még későbbi korban is az ember éretlen, tapasztalatlan. Legyen olyan az iskola rendszer, hogy adjon módot rugalmas átkapcsolásra, egyik pályáról a másikra. Na most itt elsősorban az alapfokú oktatásra térnék ki, hiszen ez a meghatározója az egész oktatási rendszernek. Ne akarjon sokat, kevesebbet, de azt alaposan. Kérem, megengedhetetlen dolog, hogy 15-16 éves középiskolások írni, olvasni, számolni ne tudjanak. A mi időnkben a harmadik, negyedik általános nem végezték el ezzel a tudással, ahogy most bekerülnek a középiskolába. De most vennék egy fordulatot, ugyanis én kibővíteném az oktatás fogalmát a neveléssel. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 2-3 éven kívül gyakorlatilag oktattunk, hogy milyen eredménnyel azt mindenki láthatja, de nevelni nem neveltünk. Márpedig az iskola azzal, hogy a családanyákat munkába küldtük, átvette a család nevelő funkcióját is, illetve át kellett volna vennie. Gyakorlatilag ez nem történt meg. Tehát szükséges a nevelési elvek kidolgozása, és ennek konkrét oktatási formában történő realizálása. Itt most például arra gondolok, a mi pártunknak, a Zöld Pártnak kifejezett nevelési oktatási programja van, amiben 3, illetve 4 nagyobb területet öleltünk be. Az első az egészséges életmódra nevelés. A második a családi életre nevelés, a harmadik a társadalmi életre nevelés, és a negyedik pedig a környezetvédelmi nevelés. Ezt standardszerűen be kell építeni az iskolai oktatásba. Tessék, dr. András Mavi Bertalan. András Mavi Bertalan vagyok, az MDF képviselője az egyes számú választókerületben.
mi programunk azzal indul, hogy kulcskérdésnek tekinti az oktatásügyet. Magyarország jövője attól függ, hogy mennyire tudunk hatékonyan oktatásügyet reformálni, kialakítani. Ez az az ágazat, ahol leggyorsabban és a legbiztosabban megtérül minden befektetés az eddigi maradékelvvel szemben, ezre kell a legnagyobb figyelmet fordítani. Az oktatásban pedig, ahogy előttem szólók is mondták, nem csak a tárgyismeretek közvetítése fontos, hanem a nevelés is, annál is inkább, mert a családból ezek a lehetőségek kiestek. Így a szakmai ismereteknek, az alapvető ismereteknek, a érzelmi nevelésnek és az erkölcsi nevelésnek egyenlő a súlya. Az a meggyőződésünk, hogy éppen a természettudományos és egyéb alapismereteknél is még fontosabb az érzelmi nevelés. Mert csak az a gyerek látja értelmét a tanulásnak, aki egészséges lelkületű, akinek tudja, hogy célja van annak, hogy ismeretekhez jut. Ezért nagyon fontos, hogy az iskola nem egy számon kérő intézmény legyen, hanem az együtt gondolkozás, az együtt tanulásnak és az együtt megélt sikereknek az intézménye legyen. A gyerek ne állandóan a számon kérésre gondoljon, hanem arra, hogy kap valamit, és ehhez egy egészen más szellemiség kell, és egy kicsit talán azt mondhatnám, nem egységesíteni kell az iskolákat, egy alapkövetelményt fel kell állítani természetesen, hogy az egyik iskolából a másikba át lehessen menni, de még az osztályon belül sem szabad egységesíteni a tanítást, mert vannak gyerekek, akik ebben, és vannak gyerekek, akik abban kiválóak, és egyet az sem szabad visszarettenteni a tanulástól, a sikertől, mert ehhez vagy ahhoz nincsen tehetsége. Ez fokozottan megterheli az oktatót, de a sikerélményhez is fogja juttatni, és a gyermekeket is, és ezáltal a gyermekek egészségesebb fejlődése, egészségesebb hozzáállása a világhoz biztosítva van. Az oktatás egészségügyi kérdés éppen azért, mert az egyik egészséges mentalitásnak a kialakítója, hiszen a vizsgálatok szerint 60-70%-ban a gyermekek neurotikusak egyes iskolákban, és így nincs motivációja, nincs oka, nincs célja a tanulásának. Nincs biztosítva az úgynevezett csökkent képességű gyerekeknek a tanítatása, akiket gyógypedagógiára küldünk, holott azokat is egy alapvető más iskolával, egy más nevelési rendszerre meg lehetett volna menteni. Ugyanúgy a kisebbségeknél is innen jönnek a sérülések, hogy a cigány gyerekek, a más nyelvű, ilyen felnőtt, anyanyelven nőtt gyerekek rögtön találkoznak egy másik nyelvvel, rögtön teljesítményt kívánnak tőlük, és ezek is sérülnek, és ezért vannak tele olyan intézmények, ahova nem kellene, hogy bekerüljenek. Ezeket tartom a legfontosabb kérdésnek, és a továbbiakban majd még hozzászom. Az előbbi gondolatomat szeretném folytatni, mert nem tudtam egészen befejezni ez a tulajdonképpen az iskolarendszerrel kapcsolatos. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszéltünk a korábbiakban, mármint a korábbi időszakban az iskola nyitottságáról, csak ezt a nyitottságot valahogy egészen másképp kéne értelmezni, és itt egy kicsit kapcsolódnék az SZDSZ képviselőjének a gondolatához. Nekem is szimpatikus az angol szász modell, de őszintén szóval hozzám sokkal közelebb áll, és demokratikusan doktattam a svéd iskolarendszert. Na most az egész iskolarendszerrel kapcsolatban nagyon fontos és nagyon lényeges hangsúlyozni azt, hogy az alapozó iskolának a funkcióját kell először is nagyon igazából helyre rakni. Tudnék, ugye itt is azért megszólalt olyan gondolat, hogy mert az általános iskola olyan tanulókat bocsát ki, aki a középiskolába, és hát ugye tudjuk tény, hogy szakmunkás képzőbe funkcionálisan alapfabita gyerekek is elmennek, de ennek igazából nem a gyerek és nem a pedagógus a hibása, hanem a követelményrendszer. Szóval, hogyha az általános iskola alapvetően általánosan képző iskola, ez alapozó iskola, és ez ténylegesen egy jól megírt tantervbe a pedagógusnak ezt lehetővé is tesszük, akkor nem fog ilyen gyerekeket kibocsátani. Köszönöm, tessék, adjuk meg másnak is a szót, hiszen az idő telik. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy az a jövő iskolája sokkal inkább legyen életízű. A gyakorlat az, hogy nem életízű, nem az életre neveljük, tanítjuk a gyerekeket.
itt különösen a mi programunkban is a technikai oktatásnak a gyökeres reformját, vagy ahelyett valami olyan tantárcsoportot képzelünk el, hogy fölkészítsék a gyereket az önálló életvitelre. Tehát olyan hasznos mindennapi ismeretanyagot kapjanak különböző tantárcsoportokban, hogy képesek legyenek önálló életvitelre. Gondolok ez alatt különösen a lányokra, akik feltehetően most a munkanélküliségnél mindenképpen arra kényszerülnek, hogy a háztartás, a kisgazdaság és a családgondozás. Kérem, hol vannak felkészítve? Már az édes anyukat sem készítette fel senki, mert az is a bölcsődében nőtt fel. Tehát ezekre a háziasszonyi képzés, ne becsüljük le ezt a szót. Egy jó háziasszonynak szerintem több becsülete van, mint akármilyen rossz munkájúnak, akármilyen szinten. Szóval erre jól felkészíteni a gyerekeket, a férfiakat, illetve a fiú gyerekeket is, ne zárjuk ki abból. Tanulja meg a legfontosabb kis munkálatokat, ami feltétlenül szükséges az életében. Tanuljon meg ügyet intézni, tanuljon meg adózni, tanulja meg azokat a dolgokat, amit sehol senki nem tanít meg neki, csak nagyon keserves áron fogja a saját kárán megtanulni. Azt hiszem, hogy azok a központi irányítású tantervek, amiket végre kell hajtani ma a pedagógusoknak, tudom, hogy ez is csak egy kis szempont abban, amit mondok, neurotikussá teszi a tanárt, neurotikussá teszi a szülőt, és ettől neurotikus a gyerek. Tehát amennyiben azt gondolom, hogy a pedagógusokkal beszélgetünk, akkor mindig az első síralma, hogy végig kell tanítani, mert megkövetelik tőle, mert bárhova megy, bármelyik iskolába, nem iskolafajtába, akkor is egy szigorú tanterv alapján a számon kéri tőle, és azt kell végig tanítani. És itt utalok vissza az outputra, tehát ő tanítsa meg a gyereket mindarra, amire meg kell, de azt ne egy központ irányítsa és adja meg, hogy mik azok a pontosan ABC-ben és pontokra lebontott, amiket meg kell tanulni. Ezt éppen ehhez a gondolathoz lehet kötni, hogy legyen sikerélménye minden gyermeknek az iskolában, tehát tulajdonképpen a pedagógustól valóban azt lehet már majd megkövetelni, hogy egyénenként is foglalkozzon. Ilyen kísérletek vannak, gondolok a zsolnai féle kísérletre is, amelyik már erre akar építeni, ezeket támogatjuk. De az oktatásügy nem csak gyermek oktatásügy, és különösen napjainkban nagyon fontos lesz a felnőtt oktatás, ami elmaradt, a vállalkozási szellem, a felelősség, és hadd vitatkozzak a politikáról. Pártpolitikától mentesnek kell az iskolában. De a legtöbb, amit meg tudunk tanítani egy gyermeknek, az, hogy politizáljon. Mi az? Felelősséget vállalni a közért, és már kellene részesíteni. Még egyet szeretnék, hogy a zsolnai, és nagyon örülök, hogy ez ide került, nem kísérlet egyébként, ez az egyik tisztességes alternatív tanterv, ami Magyarországon létezik, és ezzel kapcsolatban arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy igazából nem terjed annyira, mint ahogy ez elvárható volna. Szóval azért itt lesznek szemléletbeli változásra szükség, tehát lesz szemléletbeli változásra szükség, és nem lesz kis dolgunk. És azért én egy dolgot, mivel pedagógus vagyok, hadd mondjak, és akkor nem szólok többet, azért arra nagyon vigyázzunk, hogy a pedagógusok megkérdezése nélkül ne csináljunk oktatásügyet. Viszkai Terész, tessék, hogy jelentkezett az imént. Talán nem, úgy tűnik, hogy nem szorosan oktatáshoz tartozik, amit mondani fogok, de én nagyon sokszor elgondolkoztam azon, itt kapcsolódik, ugye, hogy a pedagógus személyén mennyi múlik, mert szerintem, ha egy gyerek egy fölnőttel konfliktusba keveredik, akkor az esetek 99%-ában, hogy úgy mondjam, a bűnös a fölnőtt, és ez egy nagyon lényeges szempont. Tessenek parancsolni. Nagyon sok mindenben egyetértek, mert a gyerek végül is kiszolgáltatott helyzetben van, és rámutatott arra a kérdésre, ami a kulcsa az egésznek. Azt szokták mondani, hogy a gyerek nevelését már az anya nevelése által kell megkezdeni. Hát az oktatási reformot a pedagógus képzés reformjával kell megkezdeni, mert amíg ebben előre nem lépünk, addig itt nem lesz teljesítménybiztos tudás és nem lesz haladás. Viszont egy olyan momentum van, amit figyelembe kell vennünk, ez pedig a pénz. És amíg az oktatási intézmények gazdálkodása erősen visszaszorított, én úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb fék, ez az úgynevezett fejkvóta rendszer, amit most igyekeznek bevezetni, nem tudom, ki találta ki, de ennél borzasztóbb merényletet az oktatás színvonal ellen nem tapasztaltam, mert amíg egy iskola abban érdekelt, hogy annyi pénzt kap, ahány gyermek tanul az iskolában,
akkor kérdem én, hol van ösztönözve arra, hogy szelektáljon, már pedig feltétlenül kell, ha teljesítményt akar adni a tudás a bizonyítvány mögött, hogyha ahány gyereket kibuktat, annyival kevesebb pénze lesz az éves gazdálkodásban, illetve vissza kell fizetni azt a pénzt. Tessék, parancsoljon, van idő. De ez még nem sok igaz, ugyan 3 perce van még. Az ellenkezője is igaz, mert ha a gyerek oda akar menni iskolába, ami nem az ő körzete, hanem mást akar tanulni, akkor vigye annak a költségét magával, és ne kelljen azért visszautasítani az iskolába, hogy már nincsen hely. Biztos, hogy egy idő után megindul egy verseny is az iskolában, nem mint a piacosítani kellene teljesen. De igenis, meg fogom válogatni, hogy hova küldöm a gyerekemet, mert majd megmutatja az iskola, mire képes. Nem csak abban, hogy hova veszik fel őket, hanem jól érzi ott magát. A másik kérdés pedig, hogy ennek az egésznek az alapja az, hogy a szülők is nem csak kiszolgáltatottjai, hanem gazdái az iskolának, a pedagógusokkal együtt. És ezért ez az önkormányzattal függ megint össze, hogy alakuljanak egyesületek, alakuljanak iskolaszékek, az autonóm községeknek újra vissza kell adni az iskolákat. Tehát együtt kell irányítaniuk ezt, és azok majd azért beleszólnak abba, hogy ez milyen iskola lesz. Most már nem úgy, hogy ők csak a szőnyeg szélén állhatnak a minisztériummal, vagy a központi irányítással szemben. Többen jelezték, és most szeretném egy körkérdés formájában feltenni ezt önöknek, az alapoktatást és annak fontosságát, szükségességét. Legyenek kedvesek csak egy rövid válasszal megerősíteni, hogy melyik a fontosabb. Most ugye van egy 4+8, a jövőben 8+4, 6+6, melyik lenne az az ideális osztályforma, rendszer, ami hát a mai gyakorlatot egy kicsit módosítaná és javítaná. Csak szerintem a 4+8. Én mind a 3-at jónak tartom, és azt az iskolának kell eldönteni, hogy melyikre tud vállalkozni. Igen. Nem tudok válaszolni. Én mindenképpen a 4+6 vagy 8-nál voksolnék, attól függően, hogy milyen irányban óhajtunk továbbképezni, illetve milyen képességű gyerekekről van szó. A 4+6-ot a gyengébb képességű gyerekek olyan irány nevelésére fordítanám, amiről az előbb beszéltem. A 4+8 már egy kiemeltebb, és azon belül lehet szakos, lehet gimnázium, ami egyetemre készítés, így tovább. De mindenképpen 4+-ról indulni. Igen. Az alapot, a 4 osztályt, azt tényleg egy általános követelmi rendszer szerint mindenhol meg kell valósítani. Azon túl lehet 6+6 vagy 4+8, mindegy, itt valóban az iskolának és a körülményeknek kell eldöntenie. Nehogy a gimnázium, amelyik majd tovább az egyetemekre képesít, az teljesen privilégizálta néhány nagy településnek a dolga legyen. Köszönöm szépen! Én nagyon örülök, hogy az oktatás és a nevelés témakörét mindannyian érintették, azért, mert nemrégen részese voltam egy beszélgetésnek, ahol valaki azt mondta, hogy nem tudja, milyen nehéz dolga lehet a tanároknak. Időnként oktatni kell, időnként megnevelni. Én azt remélem, hogy ha azok a változtatások, amikről beszéltek, egy kerek képpé állnak össze, akkor ez nem lesz kérdés. És legyen ilyen iskolarendszerünk, ahol egyszerre nevelünk és oktatunk. Liszkai Teréz, kereszténydemokrata néppárt, Spolár János, MSZP, vagyis Magyar Szocialista Párt, dr. Varga Lemente, Szociáldemokraták Szövetsége, ugye jól mondom? Szabad Demokraták Szövetsége, elnézést, Kokné dr. Pintér Éva, Magyarországi Zöld Párt, dr. András Falvi Bertalan, Magyar Demokrata Forum. Köszönöm önöknek a beszélgetést. A nézőknek tájékoztatásra említem, hogy a mai program befejeződött, amikor is az egyes választókerületben induló képviselőjelöltek mutatkoztak be önöknek gondolataikkal. Holnap 12 órakor lesz a műsorkezdés, az első program adás zárása, délőtti adás zárása után közvetlenül, amikor is a 2-es számú választókerület, a legnépesebb választókerület, de induló jelöltek mutatkoznak be önökkel, szintén majd 2-2 témakörben. Köszönöm a figyelmüket, kellemes délutánt, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!